megállok, pihegve, ízetve. Ugrani nem fogok tüzekbe, ugrani máshol. Megállok, s úgy állok, miként a három szent királyok, ki Krisztustól jöttek. Pokoltokból semmit se hoztam, s amint csak volt szét elosztottam, s nem kell nekem semmi sem. Állok egy kifosztott lélekkel, drága megrabolt emlékenkkel, de sivár, savanyú. Adjatok egy jobbik világot, s akkor talán másképpen látunk, de adjatok, de hamar. És különben mindennek vége, megállni sorson tisztessége, s ugrani már soha. Tisztelt házelnök úr, tisztelt országgyűlési képviselő urak, polgármester hölgyek és urak, kedves diákok, szülők, nagyszülők, tanárok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat a félremagyarázott és elhallgatott igazság egy aljas kor, aljas titkai című országos múltfeltáró pályázat díját adó gálájára. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben. Áll így és Gyula egy mondat a zsarnokságról című 1950-ben írt versében. A költemény sorsa közismert. A betiltás ellenére utat tört magának, örök érvényű gondolatokat megfogalmazva. Vakontként napsütésben. Így járunk vaksötétben. Az ember, aki szabadnak érezheti magát, de múltját meg nem ismerheti, mert az elnyomás olyan mély sebeket hagyott, hogy még ma sem beszélnek a történtekről az átélők, ez az ember nem éppen olyan, mint a vakon, aki hiába van a fényben, mert hiába hisszük magunkat szabadnak, ha múltunkat továbbra is fogva tartják a múlt elszenvedett bűnei. Félremagyarázott és elhallgatott igazság egy aljas kor, aljas titkai című pályázat azért került meghirdetésre, hogy feltáruljon az igazság, és a fiatalok a jövő generációk számára ne csak a jelen és a jövő, de a múlt is szabaddá váljon. Az elmúlt hónapok során megtapasztalhattuk, hogy nem csak Nagykőrösön, de az ország számos pontján gondolják ezt így. Köszönöm azt az energiát, mely felénk áradt ezen időszakban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor 2012-ben a Jóisten megadta nekem, hogy országgyűlési képviselőként szavazatommal támogathattam, hogy minden évben június 29-e kuláküldözések idején tönkretett magyar vidék, magyar gazdák emléknapja legyen, azt éreztem, hogy egy régi nagy adósság törlesztéséért tett nagy lépés a nemzet. Nagykőrösön 2013-ban emlékművet állítottunk. Szabó György Munkácsy Díjas szobrászművész alkotását a Hősök terénál, s emlékeztet mindnyájunkat
hogy elindultunk, de még hosszú út várt ránk. 2014-ben Nagykőrösdön volt az ősbemutatója, Kabai Barna és Petényi Katalin Kulák volt az apám című dokumentum filmjének, melyben többek között nagykőrösi megszólalók is felidézik, milyen megpróbáltatásokat kellett elszenvedniük a kuláknak, bélyegzett embereknek, családoknak. Már ezen film készítésekor is szembetűnő volt, hogy nincs könnyű dolga azoknak, akik ezen korszak kortanúit keresik. Sokan már nincsenek velünk, de olyanok is vannak, akik még ma is jobbnak látják, ha nem beszélnek az egykor történtekről. A 24. órában vagyunk tehát, és úgy éreztük, hogy nem várhatunk. Nagykőrös város önkormányzata 2015-ben meghirdette a félremagyarázott és elhallgatott igazság egy aljas kor aljas titkai című múltfeltáró pályázatot. Hogy mekkora szükség volt erre a pályázatra, azzal elég hamar szembesültünk. Történt ugyanis, hogy a történelem területén meglehetősen jártas ember a felhívás előkészítése során azt kérdezte, nem kellene árnyalni egy kicsit a címet, minek kapcsán adódott a kérdés, van esetleg benne bármi, ami nem állja meg a helyét, ami nem igaz? Nem magyarázták évtizedeken át félre a kuláküldözést, vagy éppen a TSS-ítést? Nem töpték az iskolákban hazugságokkal a felnövekvő gyermekek fejét? Nem félemlítették meg, nem hallgattatták el a megaláztatásokat szenvedőket úgy, hogy sokan ma sem mernek beszélni? Nem kellett volna a rendszerváltás óta nagyobb erőket megmozgósítani, hogy feltáruljon az igazság arról az aljas korszakról, melynek még ma is megannyi aljas titka van. Elvégre az igazságot szeretnénk feltárni. Márpedig az úgy nem megy, hogy lázasan keressük az igazságot, de ha valami kicsit keserű, akkor azt bekenjük mézzel, majd megnyugtatjuk magunkat, hogy azért tettünk valamit. Nem csak magunk miatt nem tehetjük ezt meg, hanem azok miatt sem, akikre a mai nap is emlékeztet minket. Az imént már említett nagykőrösi emlékművön van egy mondat. Erőnk erejükből fakad. Eleinknek, őseinknek tartozunk, az üldözötteknek, a megkínzottaknak, hogy megmutatjuk az igazságot, és nem csak nekik, de tartozunk ezzel az utánunk jövőknek is, hiszen mi még ma megtehetjük, hogy papírra jegyezzük a hiteles történeteket. Saul Bellow, Nobel-díjas regényíró mondja. Az ember annyi igazságra tehet szert, amennyit van bátorsága megközelíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, minden egyes beérkezett pályázat a bátorság egy-egy őrtüze, melyet sikerült fellombantani, s bízunk benne, hogy lesznek a jövőben is, akik táplálják ezen tüzeket, vagy éppen ezek láttán újakat gyújtanak. A fények pedig előbb-utóbb, ha a bátorsághoz kitartás is társul, át fogják szakítani a ránk erőltetett sötétséget, akkor is, ha tudjuk, ma is vannak olyanok, akik ezeket a tüzeket nem táplálni, nem gyújtani, hanem oltani igyekszenek. Bagatelizálás, összemosás, hazugságok, ezek az ő módszereik, melyek sokszor jobban is eladhatóak, mint az igazság. A hamisság mindenképp önzésből fakad, sorsa is szükségszerűen véges, vele szemben az igazság csak ideiglenesen veszíthet, sorsa viszont szükségszerűen dolkollik a végtelenben. Írta Pilinszky János. A mi feladatunk, hogy türelemmel és kitartással őrizzük a tüzet, és tegyünk azért, hogy időről időre újak is gyújjanak. Hiszem, hogy városunk nagykörös pályázati kiírása jelentős lépés volt azért, hogy az igazságra ráirányítsuk a figyelmet. Nagy örömmel láttuk, hogy sokan támogatnak is minket ezen lépésben. Hálás köszönetet mondok dr. Kövér László házelnök úrnak, aki megkeresésünkre rögtön igen mondva felvállalta a pályázat fővédnöki feladatait és támogatta a pályázat sikerét.
Köszönöm mindazoknak, akik írásban, telefonon, személyesen, vagy éppen levélben tudatták velünk jó kívánságaikat, ajánlották fel támogatásukat az ország legkülönbözőbb szegleteiből. Külön köszönetet mondok professzor dr. Szakály Sándor főigazgató úrnak és dr. Kiss Dávid tudományos munkatársnak, aki a Veritas Történetkutató Intézet kötelékének szakmai tudását rendelték hozzá a pályázat sikeréhez, és az érdeklődő diákokat konzultációs napok megtartásával is segítették. Tisztelt diákok! Megrendüléssel olvastam pályázataikat, köszönöm önöknek, hogy idejüket nem kivélve áldoztak azért, hogy a múlt eme homályos korát minél inkább megismerhessük. Pályázatik nyomán szembesültem azzal, többen a pályázatnak köszönhetően elmélyedtek a korszak történéseiben, és hálásak azért, hogy az interjú készítése során megismerhették, milyen is volt a megbélyegzés, a kollektivizálás korának valósága. Számomra ez azt üzeni, hogy sikerült elvetnünk az érdeklődés magját, így itt a pályázat eredményhirdetésén azt kérem önöktől, hogy a kisarjat hajtásokat táplálják, gondozzák, tegyenek azért, hogy a kismagból minél erősebb fa növekedhessen. Bízom benne, hogy lesznek önök között olyanok, akik a jövőben tovább folytatják a most megkezdett munkát, és további interjúkat is készítenek. Ahogy abban is bízom, hogy más területeken is vállalnak hasonló missziót, mint amit ez a pályázat is hordozott, mert hiszem, hogy az értékeink megismerése, esetlegesen még ismeretlen igazságok feltárása érdekében tett erőfeszítések nélkül sokkal gyengébb egész nemzetünk. Márpedig ezek megismeréséhez szükség van az olyan fiatalokra, mint önök. Éppen ezért vallom azt, hogy akik a pályamunkáikat benyújtották ezen pályázatra, azok nem riválisai voltak egymásnak, hanem társai. Társak, ha ismeretlenül is, akik közös célért dolgoztak. Tisztelt emlékezők! Hiszem, hogy sokszor nem volt könnyű beszélni mindazokról a szörnyűségekről, melyeket a dolgozatokban olvashattunk. Megnyitni az ajtókat, melyek évtizedekig zárva voltak, s rejtették a titkokat. Azt hiszem, hogy ezt most a pályázat kapcsán megtették, nem lehet kellőképpen megköszönni, nem lehetünk elég hálásak érte. Csak remélni tudom, hogy ugyanakkor ezáltal, hogy elmondták a történéseket, ha csak keveset is, de sikerült letenni az önök által hordott teherből. Tisztelt szülők, tisztelt segítő pedagógusok! Önöknek is köszönöm, hogy támogatták, segítették a diákokat, és ennek köszönhetően ennyi értékes pályázat érkezett be Nagykőrösre. Külön öröm számomra, hogy vannak az országban olyan pedagógusok, akik fontosnak tartják, hogy megismerjék a diákok a múlt eddig feltáratlan igazságait, és fontosnak tartják, hogy a történelem oktatás a valóság tanításáról szóljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma itt ezen a díjátadón meg kell állnunk, és az eddig elért eredményeket kell számba vennünk. Ma köszöntjük azokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és emlékezünk azokra, akiknek az volt az egyetlen bűnük, hogy az értékteremtés volt az életük. Értettek ahhoz, amit csináltak, és azért, hogy családjaiknak tisztes megélhetést, és más családoknak munkát tudjanak biztosítani, többlet terheket vállaltak. Hiszen ők is helyeselnék, hogy értékteremtéssel emlékezzünk rájuk, olyan dologgal, amiben a befektetett munka magán túlmutat, és hozzájárul városunk, a vidék, hazánk és nemzetünk gyarapodásához. Hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük a betegség minden tünetét, mely nekik az életüket követelte, és minél teljesebb diagnózis ismeretében elérkezzünk oda, hogy hozzákezdhetünk a magyar társadalomban még ma is lappangó kor kezeléséhez. Tehát ma emlékezünk az áldozatokra, és köszöntjük azokat, akik tettek azért, hogy az igazság megismeréséhez elérhessük ezt a mérföldkövet, de holnap újraindulnunk kell, menni tovább, járni az utat, melyre értékrendünk terel minket,
Ennek jegyében Nagykörös városa minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy kormányzati támogatással megújulhasson a Nagykörösi Arany János muzeális gyűjteményépülete és kiállításai, ezen folyamat részeként pedig a korszakot az intézmény falai között bemutató kiállítás szülessen. Bízom benne, hamarosan ennek megnyitóján köszönhetem Önöket. Addig is Isten áldása kísérjen minden megjelentet, családjukat, és adja meg nekünk az Úr, hogy tisztán lássuk az igazságot. Köszönöm szépen, polgármester úr, köszöntő gondolatait. Rendezvényünk folytatásában népdalcsokrot hallgathatunk meg. Horvátné Szabó Anett népdalénekes 4 dalt énekel a következő percekben. Elsőként Magyarország az én hazám, majd elindultam szép hazámból. Aztán Magyarország az én kedves szép hazám, végül pedig Isten áldja meg a magyar című művét hallgathatják meg. Fogadják Anettet nagy szeretettel. Tatár, török, s más ellenség.
Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember. Köszönjük szépen Anettnek ezeket a csodálatos perceket. A folytatásban pedig felkérem dr. Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét, a pályázat fővédnökét emlékező beszédének megtartására. Tisztelt polgármester úr! Tisztelt hölgyeim és uraim, honfitársaim, kedves diákok! Első utam édesapjám sírjához vezetett a temetőbe. Ott elmondtam neki, hogy az én életemben sem lettek a kommunisták jobbak, mint akkor voltak. Hazudni, bebörtönözni és gyilkolni tudnak. A kulák üldözések több százezer áldozatának egyike, Vörös István ezekkel a szavakkal emlékezett 1956. október 23. után történt szabadulására. Édesapját 1919-ben a Tanácsköztársaság idején az utcán verték agyon a vörös csillagosok. Ő maga 1950-től munka és internáló táborokba került, majd 1958-ban ismét bebörtönözték. Egy magyar apa és fia sorsehez 20. századból. Egy olyan korból, amelyben egy mindig számbeli kisebbségben lévő politikai erő igyekezett mindig többségének nevezni magát. Mindig külföldi túlerőre támaszkodva, mindig hazárulás és nemzetárulás révén, mindig a dolgozó ember és a nép ügyét az ászájára tűzve követett el emberellenes és népellenes bűnöket. Negyed századdal a magyarországi kommunizmus bukása után sok mindent tudunk erről a rendszerről, de még mindig nem eleget. Az emlékezés nem csak a múltbéli áldozatoknak nyújtott elégtétel, gyakran már csak az egyetlen lehetséges elégtétel, hanem a jövő magyar nemzedéke iránti felelősségünkből következő kötelességünk is, mert szeretnénk felvértezni gyermekeinket és unokáinkat azzal a tudással és képességgel, amelyen idejekorán felismerhetnek bármiféle 21. századi kisebbségi önkényuralmi törekvést vagy kísérletet, és velük szemben meg tudják védeni önmagukat, közösségeiket, a magyar nemzetet és a magyar államot. Mert kétségünk ne legyen felőle, tisztelt hölgyeim és uraim, lehet, hogy a történelem nem ismétli önmagát, de a változó díszletek között, változó nevek és ideológiák alatt a lényegét megőrző, a népre hivatkozó, de a népakaratot mellőző önkényuralom mindig készen áll a visszatérésre. A magyarországi kulákülözés olyan nemzetellenes merénylet volt, amely ideológiájában és módszereiben, mint csebben a tenger, magában hordozta a kommunista hatalomgyakorlás lényegét. Külföldi utasítások alapján idegen érdekek szerint való cselekvés, hazai társadalmi csoportok egymás ellen uszítása, az áldozatok vétkesítése és megbélyegzése, félelemkeltés és fizikai erőszak. Mindenek célja a magyarság, a teljes magyar társadalom megfélemlítése, a nyugati hatalmak által a szovjet érdekszférába dobott Magyarországon politikai kisebbségben lévő kommunisták hatalmának megszilárdítása a magyar többség fölött. 1948 nyarán Sztálin levelet írt Rákosinak, amelyben utasítást adott arra, hogy Magyarországon a falvakban is úgymond fel kell építeni a szocializmust. Rákosi még ugyanazon év augusztus 20-án kecskeméti beszédében meghirdette a kollektivizálást és mindennek elsöprését, ami ennek útjában állhat. A magyarországi kommunisták szovjet mintára nevet adtak az elsöprendő ellenségnek, kuláknak, azaz kizsákmányolónak nevezték el őket, éppen azok, akik arra készültek, hogy kirabolják és tönkretegyék a magyar gazdavilágot. 1948. november 27-én a magyarországi kommunista vezetők megállapították, hogy idézem, a szocializmus építésének módjában és formájában minden nép adhat a magáiból újat és sajátosat, de az alapban, a lényegben, a döntő kérdésekben nincs külön nemzeti út. A kulákokat úgy tudjuk elintézni, ha elveszük a földjét, házát, gépét, és hogy mit csinálunk velük, azt még nem tudjuk, talán külön kulákfalvakat csinálunk, mint a Szovjetunióban, de azt látni kell, hogy ebből a kutyából nem lesz szalonna. Az idézet idáig.
A magyarországi kulákörözés célpontja az önellátásra és önfenntartásra képes, nemzetileg tudatos és elkötelezett, a termőföldjét szakszerűen megművelő magyar gazda volt, akinek ellehetetlenítésével a társadalmi és nemzeti önállóság minden lehetőségét csirájában akarták elfolytani. Sztálin szerint a parasztságot nehéz egy tömegben legyőzni, ezért elemeire kell bontani. A kommunista bomlasztás és úszítás szerint a szegény parasztságot kezdetben szövetségesként kell kezelni, a középparasztot meg kell tűrni, a legszorgalmasabb, leginkább képzett, tehetősebb parasztokat pedig kulákként, ellenségként kell kezelni. A kulákság felszámolása után hasonlóan felszámolandó a középparasztság, a megfélemlített szegény parasztokkal így már mindent, például a földtől való megfosztásokat is el lehet fogadtatni. Támaszkodj a szegény parasztra, szövetkezz a középparaszttal és harcolj a kulák ellen. Ezen kommunista jelszóval vette kezdetét a magyar gazdák elleni merénylet. 1950-51-ben a földdel rendelkező kizsákmányolók, idézőjelben, azaz a 25 kataszteri holdnál több földdel rendelkező kulákok mellett már kiteresztették a leszámolást másokra is, listázták a gépekkel rendelkező ipari kulákokat, a kereskedő kulákokat és a politikai kulákokat is, akik többek között a papok, tanítók és egyetemi tanárok soraiból kerültek ki. A nép nevében a nép kizsákmányolása megszüntetésének jelszavával így kezdődött meg a teljes magyar társadalom megfélemlítése mellett a magyar vidék, a gazdavilág, a kommunisták általi tudatos kifosztása. 1952-ben az 1,2 millió paraszt családból 800 ezernek nem maradt sem vetésre, sem fogyasztásra való gabonája. Ekkor következett az áldozatok vétkesítésének szakasza, az úgynevezett padlás lesöpések időszaka, amikor több mint 400 ezer magyar gazdát ítéltek el foholt vádak alapján, közellátási bűncselekmények miatt, több mint 70 ezer magyar családot kulákcsaládnak bélyegeztek, megaláztak, kifosztottak és nem ritkán halálba hajszoltak. A magukat antifasisztáknak valló kommunisták nem sárga csillaggal, hanem a K betű kötelező feltüntetésével jelölték meg a kulákcsaládokat, illetve a kulák származást, állami igazgatásilag a kollektív bűnösség végét égetve, több nemzedékű magyarra, nagyapára, apára és fiúra. 1952. júliusában Gerő Ernő ugrásként, minőségi változásként hirdette meg a magyar kulákság teljes megsemmisítésének politikáját. Gerő elégedetlen volt az addigi rombolás mértékével és ütemével, ezért félresöpörve minden közélelmezési szempontot elérte, hogy a kulákoknak fizikailag teljesítetetlen beszolgáltatási kötelezettségeket írjanak elő, a beszolgáltatások hiányában pedig elkobozzák mindenüket, és azonnali hatállyal megfosszák őket a megművelt földjeiktől is. 1953-ra már az állami gazdaságokban történő munkavégzéstől is eltiltották a kulákokat, akiket csak az útépítéseknél és építkezéseknél lehetett alkalmi munkásként foglalkoztatni. 1950-53 között Magyarországon 600 ezer termelő hagyta el a mezőgazdaságot, 600 ezer kis és közepes mezőgazdasági vállalkozás, paraszti birtok szűnt meg, 71 ezer magyar család életét törték derékba. A magyar gazdáknak a földművelés nem pusztán megélhetés biztosító foglalkozás volt, hanem az éltető elem. A kommunisták 1953-ra ezt a lételemet roncsolták szét tudatosan, ezt nevezte a baloldali szocialista politika évtizedekig túlkapásnak. 1956. október 23-án a tudatos társadalmi bomlasztás és uszítás rendszere egyetlen nap alatt összeomlott. Kegyelmi időszak volt ez, a magyarságban lüktető szabadságvágy olyan nemzeti és társadalmi szolidaritást eredményezett, amelytől a kommunista hatalomgyakorlók, mint minden többséggel szembeni kisebbségi önként gyakorlói mindig is rettegtek. A többségi magyar népakarat ellenében a politikai hatalmat gyakorló kommunista kisebbség megbukott, és hatalmát csak nyílt erőszak útján a magyarok szabadságharcának idegen hatalom tankjai általi vérbefolytásával tudta helyreállítani. A rendszerváltoztatás követő posztkommunista időszak 2010-ben történt lezárását követően az országgyűlés 2012-ben úgy döntött, hogy Péter és Pál napját, azaz június 29-ét a kulák üldözések áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. Régóta esedékes erkölcsi adósságát törlesztette ezzel az emléknappal a magyar állam. Az egykor ezer üldözött kulák városa, nagykörös önkormányzata is tisztelettel törleszt közös adósságainkból. 2013-ban emlékművet állított a kommunizmus idején üldözött magyar gazdáknak,
2014-ben a Keserves Kulák sorsról szóló film ősbemutatójának adott otthont, 2015-ben pedig meghirdette azt az országos pályázatot, amelynek díjátadójára most kerül sor. A pályázatra benyújtott pályaművek a kuláküldözés történelmi eseményei mögött felsejlő emberi sorsokat vizsgálják, amelyek, mint a kötésen átütő vér, jelzik a sebek mélységét. Köszönöm a pályaműveket benyújtó fiataloknak az érdeklődésüket és munkájukat. Kívánom, hogy a történelmünk ez szomorú, de fontos, és még kellően fel nem tárt időszaka és problémája vizsgálatában megszerzett tudás szolgáljon tanulsággal, és adjon erőt nekik és mindazoknak, akik a 21. században hisznek egy szabad és demokratikus, azaz a magyar nép akaratán nyugvó, saját sorsáról rendelkezni képes, az emberi szabadságot és méltóságot mindig biztosító Magyarországban. Köszönöm mindenkinek, akik éltetik az emlékezetet, kívánom, hogy ez az emlékezet nyújtson elégtételt a múltnak és figyelmeztetés a jövőnek. És köszönöm önöknek, hogy ismét megtiszteltek azzal, hogy együtt emlékezhetem önökkel. Köszönjük szépen házelnök úr gondolatait. A folytatásban professzor dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutatóintézet főigazgatója osztja meg velünk gondolatait az emléknap alkalmából. Professzor úr, öné a szó. Tisztelt házelnök úr, képviselő úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves emlékezők! Az előzőekben hallottakban sokszor elhangzott polgármester részéről és a házelnök részéről is az igazság, a múlt, a jelen és a jövő kapcsolata. Egy olyan intézet főigazgatójaként állhatok önök előtt, amely két esztendővel ezelőtti alapításakor azt a célt tűzte maga elé, alapítói és munkatársi szándék szerint, hogy tisztességgel mutassa be a kiegyezés utáni Magyarország történelmét, világítson rá azokra a kérdésekre és elhallgatott dolgokra, amelyeket közel fél évszázadon keresztül másként tanítottak nekünk, és várták el, hogy másként lássuk a múltunkat. Én azt gondolom, hogy aki birtokolja a múltat, az birtokolja a jelent és birtokolja a jövőt, aki megfeledkezik a múltról, az nem teszi lehetővé a jövőt. Hogy nem akarták azt, hogy legyen jövője annak a Magyarországnak és annak a társadalmi rétegnek, amely ennek az országnak évszázadokon és ezredeken keresztül, ha mondhatom, bocsánat, évezreden keresztül gerince és fenntartója volt. A vidéki Magyarországnak, a kétkezi paraszti munkát soha meg nem vetőknek, a hajnalban kelőknek és az éjfélkorában kerülőknek, aki célja az volt, hogy legyen egy virágzó, tisztességes Magyarország, és akikre azért, mert izzadsággal, verítékkel megteremtették maguknak és az országnak a vetevő falatot, és azt, hogy Közép-Európában egy trianoni megcsonkítás után 20 esztendő múlva Magyarország Európa középmezőnyéhez felsorakozhasson, azoknak a kiiktatására lett volna szükség. Megaláztatás, vagyontól való megfosztás, a társadalomból való kitaszítás. De vajon lehet-e százezreket kiszakítani abból a társadalomból és kitaszítani, amely nélkülük nem létezik és nem élhet? Megpróbálták, de nem sikerült. De évtizedeken keresztül hallgatás volt az emlékezés, mert úgy gondolták és úgy véltük, hogy erről nem szabad és nem kell szólni, és amiről nem beszélünk, az nem történt meg. És önök, akik itt vannak, közülük nyilván számosan, akik maguk vagy családtagjaik megélték azt, amit kuláküldözésnek, kifosztásnak és megaláztatásnak nevezünk, pontosan tudják, hogy ez nem így van. Ezért is meghatározó és fontos, és számunkra a Veritas Történetkutató Intézet munkatársai számára egyúttal megtisztelő is volt, amikor Nagykörös városa Lázár János miniszter úron keresztül megkeresett bennünket, hogy adnánk-e nevünket és lehetőségünket, vagy tehetségünket ahhoz, hogy elinduljon egy olyan mozgalom, és én ezt mozgalomnak nevezném, és nagyon szeretném, ha nem egy egyszerű alkalom lenne, ahol a vidéki Magyarország diákjai, tanulói, velük foglalkozó tanárok és emlékező szülők és nagyszülők bemutatnák azt, hogy létezett egy másik Magyarország is az elnyomatás idejében,
és meg kell ismerni annak a történetét. Erre a felhívásra és a pályázatra több tucat pályázó jelentkezett, és örültem annak, hogy munkatársaim közreműködhettek a pályázatok elbírálásában, illetve segíthettek azoknak a diákoknak, akik úgy érezték, hogy szükség van egy konzultációra. De ez Nagykörös részéről 2015-ben egy felhívás volt, akkor én azt gondolom, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, hogy a felhívás újra felhívás legyen. Ha évente nem is, de legalább két évente írják meg a kulákvilágot, a jó értelmet kulákvilágot, hogy miért kellett kiiktatni a magyar társadalomból a faluk középosztályát, azokat, akikre odafigyeltek, akik képezték magukat, akik aranykalászos gazdák voltak, és miért kellett elviselni azt, hogy azok irányítsák őket, üljenek a vagyonukba, akik egy tehenet sem tudtak megfelelni. Ez egy érdekes kérdés is lehet egyúttal, és azt gondolom, hogy ha egy feltörekvő, függetlenségére büszke, önálló Magyarország épül, és építjük azt együtt, nem feledkezhet meg azokról, akik megtették a lehetőséget, vagy megteremtették a lehetőséget, hogy legyen egy ilyen Magyarország, és ha emléket állítunk eleinknek, és az ő kitartásukkal és erejükkel lépünk előre, akkor lehet, hogy nem csak ennek az intézetnek a nevében szerepel majd az, hogy Veritas igazság, de a magyar múlt is tisztességes, igazságos, mindenki számára szerethető legyen. Kívánom önöknek, legyen ez így, és építsük ezt együtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. És Gyula, egy mondat a zsarnokságról, részlet. Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van. Nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón ijedten besuttogott hírekben, a száj elé hultan tisztjelző újban, ott zsarnokság van. Nem csak a rács szilárdban fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban. A csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van. Nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, épp oly hazug harsánya zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben. Már az ecsetben. Nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, és abban, hogy megállt a kapuajban. Ijes Gyula, egy mondat a zsarnokságról című versének részletét hallhattuk Tegeontól, Gálfi Gyűrű díjas színművésztől, ezzel pedig lassacskán elérkezünk a díjátadás perceihez. A félremagyarázott és elhallgatott igazság egy aljaskor aljas titkai nevű országos múltfeltáró pályázat célja az emlékezés. A pályázat üzenete, hogy a diktatúra évei nem feledhetőek. A jövő generációjának kötelessége ápolni az áldozatok emlékét, ébren kell tartani az 50-es évek Magyarországának aljas tetteit. A pályázatra 36 mű érkezett. A díjak átadása előtt kérem hallgassák meg dr. Kis Dávid, a zsűri elnökének, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársának értékelését. Elnök úr, kérem, fáradjon a pulpitushoz.
Tisztelt házelnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt felkészítő tanárok, tisztelt szülők, kedves versenyzők, kedves emlékezők! Mindenekelőtt a zsűri nevében engedjék meg, hogy megköszönjem a versenyzőknek a pályaművek elkészítése során nyújtott áldozatos munkájukat, illetve a tanár kollégáknak és a szülőknek a mindennek során nyújtott segítségüket. Az értékelés során a feladatunk dr. Tóth Judittal és Karcsai Istvánnéval nem volt könnyű. Kedves diákok! A feladat jelentős volt és összetett, hiszen korábbi tanulmányaitok során kevés alkalommal kellett hasonlóval megküzdenetek. A feladat ugyanakkor nemes is volt, hiszen a történettudomány a történelmi emlékezet számára sikerült jelentős számú interjút összegyűjteni, sok esetben olyan adatokkal, amelyek a korabeli írott forrásanyagban sem szerepelnek. A beérkezett pályamunkák igen színesek voltak, hiszen az ország különböző régióiból érkeztek. A beérkezett dolgozatok kidolgozottsága különböző volt, de a kiváló színvonalú munkák aránya ezen belül jelentős. Ha összesen 3 díjat lehetne odaítélni, akkor nagyon nehéz helyzetben lett volna a zsűri. Így viszont, hogy 4 kategóriában 3-3 helyezés és több külön díj is szerepelt, könnyebb volt a helyezések kialakítása. A pályázatok elbírálása során az interjúk színvonala mellett a felhasznált szakirodalom ismerete, az ebben nem használt, így a kutatók számára is új történelmi dokumentumok, levéltári és családi írásos anyagok, képek felhasználása, a dolgozatok nyelvi megformáltsága is szerepet kapott. A tanulók munkája úgy gondolom, hogy nem volt könnyű. Hiszen 8. osztály végén gyakran kevés idő jut csak az 1945 utáni korszak tárgyalására, és sajnos ez a helyzet a 12. évfolyamon is. Ennek ellenére a versenyzők a szakirodalom megfelelő tanulmányozásával jól áthidalták ezt a tudásbeli szakadékot, és mutatták be, hogy az országban zajló folyamatokba mennyire illeszkedtek bele a helyi szintű történések. Többen az eredeti, idáig nem publikált, dokumentumokat és képeket jól illesztették be dolgozatukba, különösen dicséretes, hogy jó néhány a levéltárban is kutattak. A zsűri nevében kijelentetem, hogy jó volt olvasni ezeket a pályázatokat. Jó volt olvasni egy részről, de más részről a belülük kirajzolódó egyéni tragédiák megismerése bizony lelkileg próbára tette az embert. Különösen akkor, ha belegondolunk, hogy a 20. századi magyar történelemnek egy szerete volt mindez csupán. Zsida Jenő nem véletlenül írta azt Salmus Hungaricus című versében, hogy, idézem, aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Lényeges kiemelni, hogy több családnál nem csupán egy tragédia, hanem tragédiák sorozata játszódott le a tárgyalt időszakban. Hogy csak egy példát emeljek ki, az egyik család számára elég nagy problémát jelentett a földjük elvesztése, ráadásul volt olyan családtag is, akit a származása miatt nem hagytak tovább tanulni. Végezetül minden versenyzőt szeretnék arra bátorítani, azokat is, akik most nem részesülnek díjazásban, hogy a jövőben is induljanak történelemversenyeken, fejlesszék tovább ez irányú tudásukat. Arról értesültem, hogy a pályázatokat a későbbi évben meg lehet majd tekinteni, így arra bátorítanék mindenkit, a díjazatokat is, hogy olvassák el a győztes pályamunkákat, tanuljanak belőlük. Tanuljatok egymástól is azért, hogy a következő megmérettetéseken még jobban, még eredményesebben szerepeljetek. Köszönöm a figyelmet! Most pedig megkezdjük tulajdonképpen rendezvényünk talán legjobban várt perceit, a díjátadást, díjátadó ünnepségünket. A legjobb pályamunkákból majd részleteket olvas Feltege Antal színművész. A díjátadásra felkérem dr. Kövér Lászlót, az országgyűlés házelnökét, dr. Cira Szabolcs polgármestert, valamint professzor dr. Szakály Sándort, a Veritas Történetkutatóintézet főigazgatóját. Fáradjanak fel a színpadra!
A pályázók közül elsőként Márton Róbertet szólítom, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulóját. Kérem, fáradjon fel Róbert a színpadra. Ajándékot ad át neki dr. Kövér László, dr. Cira Szabolcs. Oklevéllel és ajándékkal várja Róbertet, de jutalmat kap dr. Szakály Sándortól is. Palotás József ajándékát pedig a polgármester úr dr. Cira Szabolcs adja majd át. Nagy-nagy gratuláció és taps Márton Róbertet. Színpadra Simon Miklós országgyűlési képviselő úr, a következő diák pedig, akit itt a színpadon fogunk ünnepelni és gratulálni neki, Nagy Csaba, a debreceni Megvart András szakközépiskola diákja. Diákja, megkérem Csabát, fáradjon fel a színpadra és vegye át ajándékait a már az előbbiekhez hasonló ajándékok mellett. Csaba átveheti majd. Simon Miklós országgyűlési képviselő, kívánulját is. Simon Miklós képviselőnek köszönjük szépen, és hogyha gondolja, akkor a nézőtérrel fáradjon le. A következő diák, akinek díjat adunk át, és nagyon gratulálunk, Kövesdi Lilla, a Bajai 3. Béla gimnázium tanulója. Neki is nagy gratuláció a pályamunkához, Lilla is Kövér László, Cira Szabolcs, Szakály Sándor és Palotás József ajándékait kapja majd. Szólítom a színpadra a Szekszárdi Garai János gimnázium tanulóját. Kérlek szépen, Luca, fáradj fel, és vedd át a gyönyörű szép ajándékokat. És természetesen egy nagy taps Lucának is jár. Ha esetleg Luca nem lenne itt, akkor megígérjük, hogy el fogjuk neki juttatni az ajándékokat, és így a távolból is gratulálunk neki. A következő diák Kovács Blanka, a Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthon tanulója. Ő tehát a következő díjazott. Kérlek, Blanka, fáradj fel és vedd át ajándékaidat. Csatlakozom a diátadókhoz, Kovács Istvánné Solt aljegyzője, hiszen szerepe lesz majd a következő diátadásban. Gratulálunk nagy szeretettel Magyari Martina Krisztinának, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium diákjának. Martinát természetesen az előzőekhez hasonló ajándékok illetik meg, és felkülési külön díjat veled át. Felekülési különbözőt vehet át Kovács Istvánné aljegyzőasszonytól. Köszönjük szépen aljegyzőasszonynak pedig, hogy közreműködött a díjátadásnál. A következő díjátadáshoz kérem csatlakozzon hozzánk Temeterné Zeleni Enikő, Helyő Keresztúr polgármestere, a díjazott pedig Potocska Lujza, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulója. Lujza, sok-sok ajándék mellett, amit házelnök úr, polgármester úr és főigazgató úr ad át, Demeterné Zeleni Enikő külön díját is átveheti. Nagy-nagy gratuláció Lujzának. Fáradjon vissza, mert szerepe lesz a következő díjátadásnál, és bocsánat, elfelejtettem mondani. A következő díjazottunk ugyanis Miklós Dorottya, a Váci Bernát Kálmán református kereskedelmi és vendéglátói pöriszakítő iskola diákja. Dorottya jutalmat kap az előzőekhez hasonlóan, és Demeterné Zeleni Enikő települési külön díjjal is kedveskedik Dorottyának. Köszönöm szépen Demeterné Zeleni Enikőnek,
És felkérném a következő díjátadásra, csatlakozom a díjátadókhoz, Cseri Tamás, Hódmezővásárhely önkormányzati képviselője. Ajándékokkal és oklevelekkel köszönjük meg pályamunkáját Bagdi Gyulának, a Hódmezővásárhelyi Németh László gimnázium tanulójának. A Szekszárdi Garai János gimnázium tanulója. Luca természetesen minden az eddigihez hasonló díjakhoz képest megkapja ajándékait, és külön díjjal is gazdagodik. Külön díjjal is gazdagodik, méghozzá egy Encsi lakos Szabó Sándor még külön díjat ajánlott fel, amelyet dr. Cine Szabolcs polgármester úr adott át, ezekben a pillanatokban. Gratulálunk neked, Luca! Felkérem a díjátadásra a következőkben Kovács Szilviát, Karcag alpolgármesterét, fáradjon fel hozzánk ide a színpadra. Következő díjazottunk pedig Valner Zsófia Fanni, a karcagi Szent Anna és Sámuel gimnázium szakközépiskola és kollégium diákja. Megkérem Zsófit, hogy fáradjon fel és megállt ajándékait. És oda szép ajándékokat, amelyeket házelnök úr, polgármester úr, főigazgató úr ad át, illetve Kovács Szilvia Karcog alpolgármesterének települési külön díját is átveheti. Zsófi, gratulálunk még egyszer! Kérem, csatlakozzon a következő pillanatokban hozzá Simon Miklós országgyűlési képviselő úr, hiszen szerepe lesz a díjátadásban. A következő pályázó díjátadására továbbá felkérem még Nagy Sándort, Újfehértó polgármesterét, illetve Halkóné dr. Rudolf Évát, Nyíregyháza önkormányzati képviselőjét, a Köznevelési Kulturális és Sportbizottság elnökét is. A díjazott pedig, aki rengeteg ajándékkal lesz, tehát gazdagabb, Pap Boglárka, a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákja. Boglárka, kérlek felkérj, és vedd át ezt a rengeteg ajándékot, ami rád vár. Sok-sok díj, gyönyörű ajándékok és külön díjak. Nagy szeretettel gratulálunk Simon Miklósnak, Nagy Sándornak és Halkoné dr. Rudolf Évának, pedig köszönjük szépen a díjátadásban való közreműködésüket. A következő díjátadására felkérem Kovács Szilviát, Karcag alpolgármesterét a díjátadásra, valamint dr. Kovács Tibort, Kisújszállás alpolgármesterét. És azonnal mondom, hogy ki a díjazott, aki ismét csak rengeteg és gyönyörű szép ajándékokkal gazdagodik, Szűcs Erzsébet, a karcagi Szent Anna és Sámuel gimnázium szakközépiskola és kollégium diákja. Alapcsomagnak hívott gyönyörű ajándékok mellett külön díjat is, utalványt is kap Kisújszállástól, és természetesen települési külön díjat is Karcag alpolgármesterétől. Kovács Tibornak szeretném megköszönni a részvételt, illetve Kovács Szilviának is. A következő díjátadására pedig felkérem csatlakozzon hozzánk Földi László országgyűlési képviselő úr. És most tessenek nagyon figyelni, a díjazott, aki sok-sok ajándékkal lesz gazdagabb pillanatokon belül, Motyovszky Sára, a Ceglédi Kossuth Lajos gimnázium diákja. Sára mindamellett, hogy megkapja a házelnök úr, főigazgató úr, polgármester úr és országgyűlési képviselő úr külön díját, ajándékát is. Puha Ferencné Hetényegyházi lakos külön díját is átveheti, amelyet Cira Szabolcs polgármester adott át. Nagyon nagy szeretettel gratulálok Sára! A következő díjátadására felkérem Demeter Nézeleni Enikőt, fáradjon fel a színpadra.
A díjazott pedig, akinek nagy-nagy szeretettel gratulálunk, Lázár Levente Flórián, az Arany János Református Gimnázium diákja. Nagy szeretettel gratulálunk! Ajándékokat vehet át az alapcsomag mellett természetesen. Demeterné Zeleni Enikő is külön díjjal kedveskedik. Kérem Demeterné Zeleni Enikőt, hogy még maradjon, és kérném, hogy csatlakozzon hozzánk Cseri Tamás Hódmezővásárhely önkormányzati képviselője is, hiszen szerepe lesz a következő díjátadásban. A díjazott pedig, akit köszönhetünk, Herceg Sándor Ákos, a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola diákja. Demeterné Zeleni Enikőtől is átveheti külön díját. A következő díjazottunk Rabovszki András, az Encsi Váci Mihály Gimnázium tanulója. Kérlek, András, fáradj ki és vedd át a díjadat. Az úgynevezett alapcsomag, amit mi csak így hívunk, amit mindenki megkap, amellett Demeterné Zeleni Enikő is díjat ad át, valamint Szabó Sándorné magánszemély is díjat ajánlott fel, amelyet Szira Szabolcs polgármester úrtól vehet át. András, úgy látom, hogy nincs itt, nincs velünk. Gratulálunk neki a messzi távolból, és el fogjuk juttatni természetesen. A következő díjátadására felkérem Földi László országgyűlési képviselő urat, fáradjon fel a színpadra. A díjazott pedig Boros Tímea, a Nagykörösi Arany János Református Gimnázium diákja. Az ajándékok és oklevelek mellett Földi László országgyűlési képviselő úr külön díját is átveheti, illetve polgármester úr átadja a Karsai Istvánné ajándékát is. Nagyon-nagyon gratulálunk! A következő díj átadására felkérem Kovács Szilviát, Karcag alpolgármesterét, valamint Hegedűs Istvánt, Tiszaföldvár polgármesterét is, hogy fáradjon fel a színpadra, illetve dr. Kovács Tibort, Kisújszállás alpolgármesterét is. Kérném szépen, hogy csatlakozzon hozzánk. A díjazott pedig, aki ismét rengeteg ajándékkal fog gazdagodni, Szilágyi Attila, a Karcagi Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium tanulója. Szilágyi Attila. Rengeteg díj és külön díj. Gratulálunk nagy szeretettel! A következő díj átadására felkérem Beke Imrét, Nádudvar polgármesterét, hogy csatlakozzon hozzánk. A következő diák pedig, akinek megköszönjük pályaművét rengeteg gyönyörű szép ajándékkal, Kamuti Gábor, a Karcagi Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium tanulója. Beke Imre, Demeterné Zeleni Enikő és Kovács Szilvia is külön díjat ad át Kamuti Gábornak. Nagyon-nagyon gratulálunk! És akkor azt mondtam a díjátadás elején, hogy a legizgalmasabb percek következnek, akkor most ezt meghatványozom, megtetézem. A legeslegizgalmasabb percek következnek, ugyanis 12 diák van még, akit díjazunk, a legjobb 12. Elérkeztünk tehát a zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek díjazásához. Elsőként a TSS-ítés témakörének 9.-10. évfolyamos diákjai között osztjuk ki a jutalmakat. E témakörben harmadik helyezést ért el Tapolcsányi Zsófia Emma, a Mezőrsi Magyar Műhely AMK és gimnázium tanulója. Szeretettel gratulálunk!
Zsófi üvegplakettet és 50 ezer forint pénzjutalmat is kap. Ajándékait házelnök úrtól, főigazgató úrtól és polgármester úrtól veheti át. Nagy szeretettel gratulálunk Zsófi, és Zsófi pályaművéből részletet olvas fel Tege Antal Gálfi gyűrűdíjas színművész. Mindennapos volt az zaklatás is. Ezeken keresztül lelkileg akarták megtörni és a TSZ-be való belépést kikényszeríteni ők nagyapától. Két öltönyös hivatalnok megjelent az udvaron, és kérdőre vonták ők nagyapát, hogy hol van tűzoltáshoz használható víz. Nem volt. A következmény pénzbüntetés. Másnap újból tiszteletüket tették. Egy vízzel telt hordó fogadta őket, most a tűzcsapkodó hiányát kifogásolták. Természetesen újabb pénzbüntetés. Három szoba volt a házban, ezért egy családot beköltöztettek két szobába. Kijelentették, hogy a mi családunknak egy szoba elég. Így édesanyámmal hosszú ideig esténként földre letett matracon aludtunk. Szeretettel gratulálunk Zsófinak. A TSZ-esítés témakörének 9.-10. évfolyamos diákjai között második helyen végzett Komjáti Dávid, a pécsi Lőbei Klára gimnázium tanulója. Dávid is üvegplakettet és pénzutalmat kap, 100 ezer forinttal lesz gazdagabb. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk, és az díjátadás után hallgassunk meg az ő pályaművéből egy rövid részletet. Udvariasan megkértek, hogy üljek le, és itt a nyilatkozat írjam alá, válasszam a TSZ-i utat. Ekkor én tovább magyarázkodtam, hogy még várni kell. Még nem döntöttem, mert olyan szövetkezetet akarok keresni, amelyik már virágzó, és a szakmámban el tudok helyezkedni, tekintve, hogy kertész vagyok. Az asztal előtt ültem. Egyszer kaptam egy pofont. Emlékezetem szerint ezt a pofont oldalt kaptam. A pofon után vizet kaptam, tekintve, hogy a pofonnál az alsó ajakszél a fogtól megsérült és vérzett. Szeretett szállni a kiválók elé. A következő díj átadására megkérem fáradjon fel a színpadra Cseri Tamás Hódmezővásárhely önkormányzati képviselője. A TSZ-esítés témakörének 9.-10. évfolyamos diákjai között első helyen végzett, vagyis a zsűri a legjobbnak ítélte pályaművét, Kardos Dávidnak, a Hódmezővásárhelyi Németh László gimnázium diákjának. Dávid távol létében az ajándékot édesapja Kalmár András veszi át, de természetesen nagy szeretettel gratulálom a diákjának. És az ajándékok mellett 150 ezer forintos pénzjutalomban is részesül, és hallgassuk meg egy részletet pályaművéből, Dávid pályaművéből. Gyakorlatilag mindent be kellett adni a termelőszövetkezetbe. A föld mellett a jószágokat, a szerszámokat, de még a lovaskocsik is. Ezeket innentől kezdve a TSZ kezelte. Sorsukba beleszólásom nem volt többé. Megtarthattunk egy holdnyi földet háztáinak, ami biztosította szűk keretek között az egyéni gazdálkodást, hogy disznókat, apró jószágokat tartsunk. Gyermekként éltem át az 50-es évek végén a TSZ szervezést. Azt mesélték, hogy a szervezők, az úgynevezett agitátorok végigjárták a paraszti tanyákat, rábeszéléssel, sokszor testi fenyítéssel kényszerítették a termelőszövetkezetbe önként csatlakozni nem akaró parasztokat. A családom hallott olyat esetet is, aki félve az újabb erőszakoskodástól öngyilkosságot követett el. Gratulálok, Dávid, és kérjük a gyermeket. Gratulációkat. Díjátadásunkat a TSZ-esítés témakörének 11-12. Évfolyamos pályamunkáinak értékelésével, illetve jutalmazásával folytatjuk. Díjátadásra kérem felregyön a színpadra Szalai Ferenc szolnokváros polgármestere. E témakörben harmadik helyezést ért el Pintér Ferenc, a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákja.
Nagy szeretettel gratulálunk Ferencnek. A sok-sok ajándék mellett szólnak polgármesterétől is átvehet külön díjat. Nagyon nagy gratuláció a gyönyörű pályaműhöz, amelyben hallgassunk is most meg egy rövid részletet. Ők nagyapámat többször behívatták a tanácsházára, és győzködték a megmaradt földjeinek beadása és a belépés mellett. Mivel ő abban az időszakban már 80 év felett járt, nem értette, hogy egy öreg embertől mit is akarnak. A családi történet arról szólt, hogy ők nagyapámat többekkel együtt a tanácsházán tartott egyeztetéseken több óráig bent tartották a helyiségben, nem engedve őket ki még biológiai szükségleteik elvégzésére sem. Úgy érzem, sikerült ezt a korszakot egy kicsit a családunk történeteink keresztül jobban megismernem. A pályázat célját úgy gondolom elértem. Külön öröm és büszkeség, hogy a téma feldolgozásával saját családom felmenőinek korábbi nehéz életébe beleláthattam. Sokat tanultam és megértettem a nagyszüleim és Jászkísér történetéből, mellyel jobban tudom a történelem tanítását értelmezni. Köszönöm a pályázat kiíróinak, hogy ezt a témát felvetették, mert enélkül szegényebb lenne saját családom és származásom ismerete. Szeretettel gratulálunk Ferencnek, Szalai polgármester úrnak pedig köszönjük szépen, hogy felfáradt hozzánk. A következő díj átadására felkérem Földi László országgyűlési képviselő urat. A TSZ-esítés témakörének 11. 12. évfolyamos diákjai közül második helyezést ért el egy helyi lány, Molnár Fanni, a nagykörösi Arany János Református Gimnázium tanulója. Fanni. Nem tudom, hogy itt van-e Fanni. Ha nincs, akkor esetleg a felkészítő pedagógus. Át tudja elvenni a díjat, úgy látom érkezik. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk Fanninak. Tanárnak kérjük szépen adja át. Nagy gratulációnkat Fanninak, aki az üvegplakett mellett 100 000 forint pénzjutalmat is átvehet. Sós Sándorné nagymamája veszi át egyébként a díjat Fanninak, hiszen Fanni nem tudott eljönni, de természetesen a gratuláció jár neki, gratulálunk. A következő díj átadására felkérem Markót Imrét, Törökszent Miklós polgármesterét, fáradjon fel a színpadra. Bocsánat, elnézést, igen, Tege Antal színművész úr, Fanni pályaművéből olvas fel egy részletet, bocsánat. Nagyszüleimtől sokat hallottam erről az embertelen és aljas korról. Különösen nagymamám, akivel a riportot készítettem, mesélt sokat, hogy mit kellett átélni a magyar családoknak. Az 50-es évek borzalmai elrettentettek, gondolkodóba ejtettek, és a pályázat megírására inspiráltak. Mindkét cím érdekelt, foglalkoztatott, hiszen a kulák üldözés is gyógyíthatatlan sebeket ejtett. Nagyanyám ma is könnyes szemmel emlékszik a borzalmakra. Nem csoda, hiszen gyermek és fiatal éveit beárnyékolták az aljaskor még aljasabb eseményei. A paraszti sorsok alakulásáról sokáig nem jelentek meg írásos anyagok. Azoknak a családoknak az életéről, akiket bizonytalanságba taszítottak, hallgatni kellett. Június 29-én minden évben rájuk a tönkrement sorsokra emlékezünk. Városunk vezetése szobrot emeltetett, hogy az utókor sohasem feledje egy aljaskor áldozatait. Gyakran állok meg előtte, és déd nagyapámra emlékezem. Köszönjük szépen, és tanárnak kérem, hogy adja át a pályára nagy-nagy gratulációnkat. Országgyűlési képviselőnek pedig megköszönöm, hogy részt vett a díjátadásban, és akkor most felkérem Markót Imrét, Törökszent Miklós polgármesterét, hogy a következő díjátadásához fáradjon fel. A TSZ-esítés témakörének 11-12. Évfolyamos diákjai közül első helyezést ért fel Török Zoltán Patrik. Bocsánat, Szolnok polgármesterét is szeretnénk megkérni, hogy fáradjon fel a színpadra.
Kicsit sok az ajándék, ami nem baj, egyáltalán nem baj, így szép a történet, hiszen ő is külön díjat fog átadni Török Zoltán Patriknak. Patrik egyébként az üvegplakettek és az ajándékok mellett 150 000 forint pénzjutalommal is gazdagabb lesz. Nagy szeretettel gratulálunk, és akkor a díjátadás után hallgassunk meg egy részletet az ő pályaművéből is. Nehéz idők voltak. Édesapám és édesanyám mesélte, hogy ezt a földet nagyanyám kapta 1945-ben a földosztáskor. Csak 6 hold volt. Nem sok. De meg lehetett akkor élni belőle. Régi ártér, ami elég termékeny volt. A TS elnök már kiszemelte magának, mert krumplit akart termeszteni rajta. Mindenképpen meg akarták szerezni a területet, és minden este meglátogattak minket az agitálók. Képszerű emléként megmaradt bennem, amikor az agitálók minden este sötétedés után eljöttek és kopogtattak az ablakon. Nem sokkal később beszélni kezdtek. Örzse néném, lépjen be a TS-be! Kislány lévén nagyon féltem. Sokszor el kellett előbb bújnunk. Egymást átkarolva kuporogtunk az ágyon. Kötelességünknek kell éreznünk, hogy megfejtsünk a belénk kódolt történelem titkait. Mert a múlt ismerete nélkül egy bizonytalan, gyenge... Köszönöm szépen a részvételt. Díjátadásunkon még 6 diákot szólítok színpadra. Ők azok, akik a kulárküldözés témakörében a legjobb pályaműveket nyújtották be. Elsőként egy témakör 9.-10. évfolyamos diákjait jutalmazzuk. Díjátadásra felkérem fáradjon a színpadra Szemereiné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, valamint Kovács Istvánné, Solt aljegyzője. A kulárküldözés témakörének 9.-10. évfolyamos pályázói közül 3. helyezést ért el Pap Dóra, a Kecskeméti Református Gimnázium diákja. Dóra az üvegplakett és a rengeteg ajándék mellett 50 000 forintos pénzjutalomban is részesül, illetve Kecskemét polgármesterének települési külön díját is átveheti. Megvárom a díjátadást, és a fotókat. És kérlek, Dóra, maradj velünk, ameddig a pályaművetből meghallgatunk egy részletet. Az volt még az iszonyú dolog, hogy elvették az összes gabonát, és nem maradt a paraszt embereknek kenyérnek valója. Akkor oda kellett állni, 20 dekagram kenyér volt a fejadag. A mai fiatalok el se tudják azt képzelni. Sokszor odaálltak már este, hogy jusson. Ott várták meg a reggelt, hogy jusson kenyér, de nem mindig jutott akkor sem. Iszonyú dolog volt sort állni fejenként 20 dekagram kenyérért annak, aki megtermelte. Ez mind azért volt, hogy megfélemlítsék az embereket, meg hogy álljanak be a közösre. Adják oda az eszközeiket, a földjüket. Gratulálok még egyszer! A következő díjátadására felkérem fáradjon a színpadra Földi László országgyűlési képviselő úr. A kulárküldözés témakörének 9.-10. évfolyamos pályázói közül 2. helyezett lett egy helyi lány, egy nagykörösi lány, Berényi Petra, a nagykörösi Arany János Református Gimnázium diákja. Petra, te is átveheted a gyönyörű üvegplakettet, a rengeteg ajándékot, és Földi László országgyűlési képviselő úr külön díját, külön ajándékát is, és egyébként 100 000 forint pénzjutalommal is gazdagabb lett Petra. Nagyon gratulálunk, és kérlek, hallgass meg itt velünk a színpadon a pályaművetből egy részletet. Mindenért büntettek. A disznót csak bejelentéssel lehetett vágni. Voltak, akik kockáztattak, mert nem akartak beszolgáltatni. Ők éjszaka vágtak, még a sertés száját is bekötötték. Akármilyen csendben zajlott, lehet, hogy a szomszéd bejelentést tett. Vágás után vittem a biciklin a 20 kilós zsírt beszolgáltatni. A teljes beszolgáltatás miatt a gyerekek nemigen láttak zsíros kenyeret itthon. Ekkor történt, hogy a nyilasi tanya köré ültetett fákat apám kivágta, mert kellett fűteni. Másnap behívták a tanácsházára. Bent volt valamennyi ideig. Megverték.
Mondták, hogy másnap még folytatják. Úgy gondolta, hogy ő nem megy be többet. Amikor hazajött, senkinek semmit nem mondott, hogy mit csináltak vele, nem volt szabad elmondani. Még aznap éjjel felakasztotta magát. 60 éves volt. Köszönjük szépen! Országgyűlési képviselőnek köszönöm szépen, hogy felfáradt. A kulákküldözés témakörének 9.-10. évfolyamos pályázói között a nyertes, vagyis akinek a pályaművét a legjobbnak ítélte a zsűri, Iványi Domokos, Budapest 5. kerületi Ötvös József gimnázium diákja. Domokos természetesen üvegplakettet és 150 ezer forint pénzjutalmat vehet át, illetve külön díjat is. Böröcz László ajándékát, Budapest 5. kerület alpolgármesterének ajándékát, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Hungarikumokból álló ajándékcsomagját pedig dr. Cira Szabolcs polgármester úr adja át. Rengeteg-rengeteg ajándékkal és díjjal gazdagodtál, Domokos, nagy szeretettel gratulálunk. És kérlek, hallgass meg a pályaművedből egy részletet itt a színpadon. A család földterülete nem volt túlzottan nagy. Éppen arra volt elég, hogy magukat eltartsák. A szőlőterületek miatt azonban azt az akkori rendeletek alapján öttel felszorozták, s már is beleestek a kulák birtokba. 1952 különösen nehéz volt. Minden mennyiséget felemeltek irreálisan olyan mértékben, hogy annyi nem is termett meg. Így azt ki kellett pótolniuk vétellel. Például zsírt, tojást csak akkor tudtak beadni, ha azt megvették a gyöngyösi piacon. Mindehhez viszont készpénz kellett, amit nagyapám oly módon teremtett elő, hogy gyalog, át a Mátrán, hátán mindkét kezében kannával, denizsonnal, bort vitt Nagybátonba az ottani bányászoknak fizetési napon, és amit így kapott, azt egyből, vagy beadták forintba a terv majd békekölcsönbe, vagy beadandó terméket vettek rajta, és adták be úgy, hogy abban az évben már szinte éheztek. Azaz az állam mindent vitt. Nagyapám mesélte, hogy az esküvőjükön dédnagyanyám testvére Ó István nem volt jelen. Az egri börtönben töltötte büntetését fekete vágás miatt. Ezt alátámasztja az alábbi idézet is. Ó István gyöngyöstarjáni kulák engedély nélkül vágott sertést. Ezért 2 hónapi börtönre, 2000 forint vagyoni elégtétel megfizetésére, 5 hónapi politikai és hivatali jogvesztésre, 600 forint mellékbüntetésre, Gyöngyöstarján községből 6 hónapi kitiltásra és az ítélet dobszó útján való kihirdetésre ítéltetik. Gratulálunk, Domokos! Böröcz László, a köszönjük szépen! 3 diákot díjazunk még. A kulákküldözés témakörének 11-12. évfolyamos pályaműveinek jutalmazása következik az elkövetkező percekben. 3. helyezést ért el Pamuk Júlia, a debreceni Svetics katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium diákja. Júlia, kérlek, fáradj fel a színpadra. És vedd át házelnök úrtól, polgármester úrtól, főigazgató úrtól ajándékaidat, az üvegplakettet és az 50 ezer forintos pénzjutalmat, és kérlek szépen téged is, hogy hallgass meg a pályázatokból egy részletet itt a színpadon. A kilakoltatás után a bujdosó család tagjai a faluban bujkáltak, a mezőn kószáltak, hogy ne kelljen senkivel se találkozniuk. Félelmükben az emberek sem akartak velük találkozni, mert senki sem mert kiállni mellettük. Az ünneplő ruhájukat jótevőknél helyezték el. Vasárnap érte mentek. Felöltöztek, elmentek a misére. Mert hitüket a legnehezebb időkben sem hagyták el. Majd visszavitték a ruhákat az ismerősökhöz. Amikor az édesanya bujdosó Józsefné sírva megállt az elkobzott házuk előtt, felhívatták a tanácsházára őt és a lányát Máriát, a dolgozókat elküldték, bezárták az ajtót, és ordítva szitták őket, megtiltva, hogy oda nézzenek a ház felé, ha arra van útjuk. Szürke arccal jöttek ki mindketten a kihallgatásról. A következő díj átadásához kérem fáradjon a színpadra a Földi László országgyűlési képviselő úr. A kulákküldözés témakörében 2. helyen végzett a 11-12. évfolyamosok között Bugyi Anett, a ceglédi Kossuth Lajos gimnázium diákja. A
az egyikhez hasonlóan üvegplakettet, 100 000 forintos pénzjutalmat és ajándékokat vehet át, illetve képviselő úr külön díját is. Szeretettel gratulálunk, és kérlek szépen Anett, hogy hallgassuk meg együtt itt a pályaműved egy részletét. A gyermekek életének meghatározó első időszaka félelemmel telt, hiszen folyamatosan ellenőrzés alatt tartották a családot. Édesapjukat alig látták, hiszen a börtöntől és egyéb atrocitásoktól félve késő éjjel járt haza, kora reggel pedig már ment is vissza dolgozni. Tehát az 5 gyermek korai évei félelemmel, rettegéssel teli légkörben teltek. De ami a legborzasztóbb, hogy lehet számukra ez volt a megszokott. És mikor mindennek vége lett, nehéz volt megtalálniuk helyüket az új, félelemmentes életben. A legnagyobb félelmet azonban a házkutatás jelentette. Akkoriban a házkutatások során sokszor akkor is találtak a házakban valamit, ha előtte nem volt ott semmi rejtegetni való. Klári nénit egy házkutatás után be is vitték a rendőrőrsre, ahol próbálták még jobban megfélemlíteni. Ilyenkor azzal sem törődtek a hivatalos szervek, hogy a gyermekek magukra maradtak otthon. Klári néninek csak kivételes szerencséje az, hogy nem verték meg az őrsön. Lélek jelenlétének köszönhetően pedig haza is engedték. Köszönöm szépen, és még egyszer nagyon gratulálunk. Elérkeztünk díjátadásunk utolsó fejezetéhez, és egyben a legszebb, a legnagyobb díjhoz. Az a diák, akinek a kulákküldözés témakörében a 11. 12. évfolyamos pályázók közül a legjobbnak értékelte a zsúri a pályaművét, nem más, mint egy helyi lány, Lovas Beáta, a nagykörösi Arany János Református Gimnázium tanulója. De rengeteg ajándék vár rád, mondom is rögtön, üvegplakettet vehetsz át, 150 000 forintos pénzjutalmat, Földi László képviselő úr külön díját, és itt mellettem látható az asztalon egy gyönyörű irodalmi sorozattal is gazdagabb leszel, Elsimon László kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár, az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című 21 kötetes díszkiadását ajánlotta fel a részedre be. A nagy-nagy szeretettel gratulálunk, és hallgassunk meg most egy picit hosszabb részletet a pályaművéből. Az édesapám földje körülbelül 8 aranykoronát ért, és már akkora volt, hogy kulák listára került. Teljesen mindegy milyen oknál fogva, de kulák listára került. Ennek igazán sérelmes és fájdalmas következményei lettek. Elvették a TSS-esítés során az összes gazdasági berendezést, állatot, igavonójószágot, szerszámot. Éjszakánként verték a kerítést, a kaput, megjegyzéseket tettek, piszkos kulák. Ha teljesítette a beadásokat az ember, utána még magasabbra tették a limitet. A csoportos végrehajtók végigjárták az udvart, a házat, a padlást. Valahol volt olyan is, hogy fegyvert tettek a szárkapuba, és lelkesen felkiáltottak, nézd, mit találtam! Ez a haláladat jelentette. Hazafelé mentem egyszer az iskolából, megáll egy kis csepel dízel teherautó. Leugrálnak a hátsó térről az ugyancsak gumibottal rendelkező csonttörők, és bezörgettek a szomszédba. Csak utána tudtam meg, hogy a bácsi, aki ott lakott, felakasztotta magát. Akkoriban ez nem volt ritka. Sokan felakasztották magukat. Hallottam egy történetet, hogy az egyik családot úgy kényszerítették a TSZ-be való belépésre, hogy bezörgettek a csonttörő brigád tagjai, csapatostól bementek és megkérdezték. Papa! Meggondolt el magát. Bizonyára korábban már kereshették. Hát még én nem gondolkodtam, próbálok gazdálkodni. Erre fogták a papát, felültették a sparhertre, és ráordítottak a mamára. A Szent Úristen itt, mama, fázunk, tüzeljen! A papa belépett a TSZ-be. Köszönöm szépen, hogy felfáradtak kollégánknak, hogy segítettek átadni ezt a tényleg rengeteg díjat. Valamennyi
díjazóknak és valamennyi pályázónak még egyszer nagy szeretettel gratulálunk. Ünnepségünk végén pedig kérem énekeljük el közösen a szózatot Horváthné Szabolnak népdal énekes közreműködésével. Thank you.
Thank you.